kosárból kínálták az almát a járókelőknek Nyíregyháza belvárosában. Az Agrármarketing Centrum munkatársai frissen préselt almalevet és többféle almából készült almacsipszet is bemutattak az őszi almafogyasztás ösztönző kampány első állomásán. Immár a harmadik éve mondhatjuk, hogy most már hagyományosan ősszel szervezzük meg együttműködésben ezt az alma kampányt, amely idén az alma természet oltalma elnevezést kapta. És a kampánynak különböző állomásai vannak, volt még szeptember közepén Budapesten egy nyitó rendezvény, és különböző sportrendezvényekre viszünk almát és különböző alma feldolgozott termékeket, illetve egy országos körútra is, aminek az első állomása az itt most Nyíregyháza, de megyünk majd még Miskolcra, Debrecenbe, Székesfehérvárra, Nagykanizsára, és elképzelhető, hogy további állomások is szerepelni fognak a roadshow-ba, ha nevezhetjük így. A kampány állomásain mindig a helyi termelőktől vásárolják az almát, ugyanis így a legfrissebb gyümölcs beszerzése mellett a helyi gazdaságot is segítik a promóciós sorozattal. A felmérések azt mutatják, hogy a magyar felnőtt lakosságnak a közel harmada nem fogyaszt rendszeresen gyümölcsöt, és ha már gyümölcs, akkor elsősorban az alma az, ami eszünkbe jut. Úgyhogy elsősorban ezért tartjuk nagyon fontosnak felhívni a figyelmet arra, hogy fontos a rendszeres gyümölcsfogyasztás, a rendszeres almafogyasztás, milyen jó élettani hatásokkal, előnyökkel jár, rengeteg vitamint, ásványanyagot tartalmaz, nagyon sok betegségnek a megelőzésében jó az alma. Ugye ezt a mondást talán mindenki jól ismeri itthon is, hogy naponta egy alma az orvost távol tartja. Ez téli időszakban inkább egy-három alma. Úgyhogy ugye közeledünk a hideg, meg vitamin szegényebb időszakhoz, úgyhogy ilyenkor még fontosabb, hogy kellő természetes vitamint vigyünk be a szervezetünkbe, például almán és különböző almás ételeken keresztül. Az Agrármarketing Centrum szóvivője hozzátette, az alma az egyik legjobban elálló gyümölcs, és szinte egész évben fogyasztható, akár a frissen szedett, akár a hűtőházas formában, ugyanis az alma a hűtést követően is megőrzi ásványi anyag és vitamin tartalmát.